Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a heti TV hírműsorát látják. Halász János, a Fidesz frakció szóvivője, frakcióvezető helyettese beszélt a heti TV reggeli pirkadat című műsorában a parlament munkájáról, a költségvetés elfogadásáról, a kormánypártok célkitűzéseiről. A következő időszakkal kapcsolatban a képviselő elmondta, az ország költségvetése előkészületi állapotban van. Már a kormány gazdasági kabinetje is megtárgyalta azt. A tervek szerint a parlament júliusig dolgozik, addigra el is fogadják a költségvetést. Azért ilyen korán, hogy mindenki számára tervezhető legyen a következő év. Az elmúlt éveknek ezt a jó gyakorlatát szeretnék folytatni, hogy a gazdasági élet minden szereplője számára világos és egyértelmű helyzet alakuljon ki, tette hozzá a képviselő. A költségvetési törvény kötött tárgyalású, a vita és az elfogadás hat hetet kell igénybe vegyen, ezt nem lehet gyorsítani. A konkrét számokról még nem adott felvilágosítást Halász János, de kérdésre azt válaszolta, hogy most is jelentős összegű majd rendelkezésre. Varga Mihály miniszter már nyilatkozott arról is, hogy az előző évekhez hasonló típusú költségvetésre lehet idén is számítani. Ami a pénzügyminiszter munkáját illeti, a képviselő elmondta, a munkaszervezés szempontjából egy új helyzet adódott azzal, hogy Varga Mihály nem csak miniszter, de egyike a miniszterelnök helyetteseinek is, ami az általa végzett tevékenység súlyát is neveli, ahogy a Nemzetbiztonságért felelős belügyminiszter, Pinter Sándor miniszterelnök helyettesi megbizatása is. Mellettük maradt semmilyen Zsolt és a kormányfő helyettese, aki továbbra is a nemzetpolitikai ügyekért felel a mostani Orbán kormányban is. A hazai biztonságpolitikai ügyekkel kapcsolatban János megerősítette, Magyarország védelmi kiadásait megnöveli. Erre van az Rényi 2020 program is. Ennek részleteiről már beszélt az új honvédelmi miniszter is. A kormány számára szintén kiemelten fontos a családpolitika megjelenítése a költségvetésben. Ennek kapcsán a képviselő elmondta, már eddig is voltak jelei a családok támogatásának. Ezek közé tartozik a családi adókedvezmények emelése, amelyek már bejelentésre kerültek. Ezek majd bekerülnek a jövő évi költségvetésbe. Ezek a kedvezmények járnak mindazoknak, fűzte hozzá a képviselő, akik dolgozni akarnak, akik tenni akarnak a családjukért. Ezt annak kapcsán jegyezte meg, hogy most is megerősítették. Nem kíván a kormány emelni a családi pótlék összegén. A kormány családpolitikájával, a változásokkal mindenképpen változtatásokat szeretnének elérni a hazai demográfiai helyzet tekintetében. Ennek igaz, még apróbb jelei már azért láthatóak, fűzte hozzá Halász János. Ugyanakkor nagyon fontos a kormány számára az is, hogy azok a nyugdíjasok, akik még erőt, késztetést éreznek magukban, azok dolgozhassanak. A nyugdíjas szövetkezetek megalakulása több okból is fontos. Egyrészt lehetőséget kapnak a nyugdíjasok, akik pénzt is kereshetnek, mellette meg olyan helyeken, ahol szükség van a tapasztalt munkaerőre, ezzel a módszerrel, ezzel a típusú foglalkoztatási formával lehet segíteni. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége meghívására a szövetség székházába látogatott Wolfgang Szobotka, az osztrák nemzeti tanács elnöke. Két napos, hivatalos budapesti látogatásának keretében a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és a Budapesti Zsidó Hitközség vezetőivel Heizler András Mazsihis és Ács Tamás BZH elnökkel, Radnóti Zoltán főrabbival, a rabbitestület testület vezetőjével és dr. Kunos Péter ügyvezetővel találkozott Wolfgang Szobotka, az osztrák Nemzeti Tanács elnöke. A politikust Helyzlen András, a Mazsihisz elnöke hívta meg munkareggelire, amelyen a szövetség vezetői és az osztrák delegáció áttekintette a magyar zsidó közösség előtt álló kihívásokat, aktuális ügyeket, ezen belül az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemmel kapcsolatos fejleményeket. A találkozón különösen hangsúlyosan érintették az emlékezett politika és az oktatás feladatát az európai antiszemitizmus elleni küzdelemben. Az osztrák delegáció a hivatalos megbeszélés előtt dr. Frölich Robert főrabbi vezetésével megtekintette a Dohány utcai zsinagógát, majd Wolfgang Szobotka és kísérete emlékköveket helyezett el az Emanuel emlékfalnál a holokauszt 600 ezer magyar áldozatának emlékére. Külpolitikai híreink a Migrációkutató Intézet munkatársa szerint Bosznia-Hercegovina nagyszámú muszlim lakossága és széteső politikai irányítása miatt veszélyes tranzitország lehet. Spejdül Bianca arról beszélt, hogy az illegális bevándorlók új útvonalon Albániából Montenegron keresztül jutnak be az országba. Egy másik változás, hogy jelenleg több migráns érkezik a török-görög határnál a Marica folyón keresztül, mint a földközi tengeren fűzte hozzá. Bosznia-Hercegovina, de Decentralizált állam, a központi hatalom befolyása csekély, és nem, nem rendelkezik hatósággal, amely mérni a bevándorlás mértékét és hiteles adatközlésre alkalmas lenne, mondta a kutató. A migrációs hullám nem hasonlítható a 2015-ben tapasztalthoz, de így is hetente 400-500 bevándorló érkezik az országba, jelezte. Washington folytatja a maximális nyomásgyakorlást Észak-Koreára, hangoztatta az amerikai elnök csütörtökön a Fehérházban, miután lemondta a Kim Jong-un észak-koreai vezetővel tervezett csúcs találkozóját. Donald Trump megismételte, hogy a legutóbbi észak-koreai nyilatkozat miatt döntött a csúcs találkozó lemondása mellett. Észak-Koreára és az egész világra nézve kedvezőtlen fordulatnak nevezte a csúcs találkozó elmaradását, és közölte, miután egyeztetett James Mattis védelmi miniszterrel és a az Egyesült Államok szövetségeseivel, az amerikai haderő készenlétben van arra az esetre, ha Észak-Korea vakmerő és felelőtlen cselekedetet követne el. Minden korábbinál jobban készen állunk arra, hogy szembeszálljunk bármilyen Észak-Koreai fenyegetéssel, fogalmazott Trump. Érdemes megjegyezni, hogy mielőtt ez a döntés megszületett volna, az észak-koreai rezsim rengeteg eredményt tett az USA számára. Elengedték azt a három amerikait, akit évek óta fogva tartottak. Ma leszerelték, legalábbis a sajtó előtt úgy tettek a nukleáris létesítményeiket is. Messze még a kompromisszum az Egyesült Államok és Európai Szövetségesei között Irán ügyében jelentette ki Heiko Maas, német külügyminiszter Szerdán Washingtonban, miután megbeszéléseket folytatott amerikai kollégájával Mike Pompeo-val. Maas azt mondta, hogy a két oldalú megbeszéléseken nem közeledett egymáshoz Washington és Berlin álláspontja, és új információk sem kerültek napirendre. A német diplomácia irányítója azt javasolta, Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok együtt üljön tárgyalóasztalhoz, hogy legalább az Iránnal kapcsolatos következő lépéseket megvitassa. Más azonban arról nem szólt, hogy Washington miképpen fogadta el javaslatot. Mike Pompeo a képviselőház külügyi bizottságában tartott meghallgatáson azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok az elkövetkező néhány hétben találkozni akar európai szövetségeseivel, köztük Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság külügyminisztereivel, hogy megvitassák az iráni atomalkú egyoldalú amerikai felmondása utáni átfogó stratégiát Iránnal kapcsolatban. 2500 lakás építését jelentette be az izraeli védelmi miniszter Cisjordániában. Avigdor Lieberman közölte, a jövő héten kéri a Cisjordániai Legfelsőbb Tervezési Bizottság jóváhagyását 2500 új lakás létesítésére, közülük 1400 azonnali felépítésére. Judea és Szamária teljes területén, északtól délre, kis és nagy településeken is támogatjuk az építkezést, tovább folytatjuk tetteinkkel Judea és Szamária benépesítését és fejlesztését írja. Roman Abramovics orosz milliárdos Izraelbe érkezett, ahol az Izrael hajom, Izrael ma című újság értesülése szerint felveszi az izraeli állampolgárságot miután Londonban nehézségekbe ütközött lejárt brit befektetői vízumának meghosszabbítása. Az izraeli lap úgy tudja, hogy a Chelsea labdarúgó klub orozsidó tulajdonosa már új bevándorlóként landol a Tel Aviv Ben Gurion repülőtéren. Már létrehozta egyik első helyi ingatlan ügyletét is, ugyanis hatalmas villát épít magának nevezedekben a modern Tel Aviv és a régi Jaffó közötti elegáns és igen drága lakónegyedben. A The Sunday Times című vasárnapi brit lap listáján a amelyet a Nagy-Britanniában élő ezer leggazdagabbak becsült vagyonából készítettek. Több mint 9 milliárd fontra, csaknem 3390 milliárd forintra taksálták Abramovics vagyonát. Gazdasági híreink! Pünkösdött követően nagyjából még 3,1 milliárd forint május végéig elköltendő összeg maradt a szép kártyákon. Tájékoztatták az mti t a kártya kibocsátó pénzintézetek. A szabályok szerint azok, akiknek a szép 2016-ban utalták a juttatást, május 31-ig költhetik el a keretet. A határidőt követően lejár a juttatások érvényessége, és a fel nem használt összegek visszakerülnek a munkáltatókhoz. Az OTP bank közleményében jelezte, a pünkösdi hétvégén 145 millió forinttal 2,4 milliárd forintra csökkent a szép kártyáikon május 31-én lejáró összeg. A két évvel ezelőtt feltöltött 77,2 milliárd forint 97%-át már elköltötték, közölték. Az MKB bank szép kártya birtokosai a háromnapos ünnep alatt 30 millió forintot költöttek. Tíz nappal a lejárat dátuma előtt még 386 millió forint, az eredeti 13,6 milliárd forintos keret 2,8%-a várt felhasználására felhasználásra válaszolt az MTI kérdésére a bank. Az elköltésre váró keret a pénzintézeteknél a következőképpen oszlik meg a szálláshely alszámlán 148 millió forint, a vendéglátásén 138 millió forint, míg a szabadidőjén 100 millió forint pihen. A K&H banknál a pünkösdi hétvége után még 314,5 millió forint maradt közel 30 ezer szépkártyán a május végén lejáró összegből. Május elején még 400 millió forint volt a hó végéig felhasználásra váró keret. A két évvel ezelőtt feltöltött összeg közel 97%-át használták fel a kártyabirtokosok, tájékoztatott a bank. Híreinkről bővebb információt a www.brajerpress.com, illetve a heti tv on olvashatnak. Én köszönöm figyelmüket a viszontlátásra! Végre szombat, ezen a hétvégén, még előre láthatólag marad a füllet, labilis egyensúlyú légköri helyzet. A változóan napos felhős, gomoly felhős időben szinte minden nap előfordulhat bárhol az országban záporeső, illetve zivatar, de ezek csak kis területeket érintenek. Általában gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, zivatarok környezetében fordul elő rövid ideig tartós erős széllökés. A 27 fokos csúcsot már füllet melegnek érezhetjük. Ajánlom szódával a limonádét, a száraz fehér szőlőt és egyéb jó leső italokat, mindent mértékkel persze. Teljesen jól ez a napjuk is, két nap a hétvége, így holnap is várom Önöket. Viszontlátásra!